ezt a klubról egyszer elmesélem rovatunkban, az Adácsi díjasét mutatjuk be, amely ugyan nem tekint vissza komoly múltra, mégis már több versenyzője is van az utánpótlás korosztályokban. A részletekről Juhász Péter vezetőedzővel beszélgettünk. Milyen múltra tekint vissza az Adácsi csapat? Az egyesületünk szeptemberben lesz 4 éve, hogy megalakult, és én voltam a kezdeményező, én alakítottam meg az egyesületet. Kezdetben egy pár kislánnyal kezdtünk tornázni. Honnan jött az ötlet, hogy egy alig 2500 fős községben egy komoly profi torna klubot alakíts? Én ott lakom Adácson, és ott is dolgozom, mint testnevelő tanár. Úgy gondoltam, hogy mint délutáni foglalkozásként megalakítom ezt az egyesületet. Most már hála Istennek elég szép létszámmal vagyunk, hogy el tudjunk indulni nagyobb versenyeken is. Hány csapattal tudtok érkezni egy nagyobb versenyre? Hát a zsebibaba rendszerben versenyezünk a legtöbben. Ott 3 csapatban indulunk. Vannak óvodásaink, egyes korcsoportosak, egészen picik, 4-5 évesek. Vannak 2-es korcsoportosaink, ők ilyen 7-8 éves gyerekek, és vannak egy picit nagyobbak 3-as korcsoportban is. Mennyire lelkesek a gyerekek? Nagyon, nagyon szeretnek tornázni, kislányok főleg. Olyan nehéz őket edzés után a szülőknek hazavinni, mert még mindig maradni szeretnének, jól érzik nagyon magukat. Mi a táblati cél? Szeretnénk, hogyha még több gyerekünk lenne, és szeretnénk minél több versenyen elindulni, minél több csapattal. Remélhetőleg egyre több gyerek sereg lepi majd el az Adácsi tornatermet. Igen, már a múltkori televízió szereplésünk hatására is rengetegen érdeklődtek. Nem is gondolták, hogy nálunk van torna, úgyhogy annak hatására is már nagyon sokan jöttek hozzánk. Külön érdekesség, hogy a klubban egy egykori kiváló ukrán tornász is segíti a lányok munkáját. Sportmester címet szereztem a szertornába, utána Csernobyl miatt el kellett menni Kijevből, és elutaztunk a kaukázusi hegyekbe. Freestyle, síakrobatikával foglalkoztam. Ott országos versenyeket is nyertem. Utána abba hagytam családom, lett ide költöztünk Ukrajnából. Igen, hiszen tőle tanulják azokat a balett alapokat, azokat az alapmozdulatokat, amelyeket aztán később a tornában is kiválóan hasznosítanak. Igen, igyekszem átadni nekik, amit én is tanultam, amit én átéreztem a versenyeken, hogy nagyon szép mozgás legyen, hogy gyönyörű szépek legyenek, meg közben akrobatika is meglegyen. Ezt a kettőt össze kell kapcsolni. Na, ez a legnehezebb megtanítani. Nemzetközi versenyeket, ha nézünk, az oroszok még mindig gyönyörű szépek, de amerikaiak is kezdenek, már mindenki foglalkozik jobban balettel. Hollandok nagyon gyönyörűek, és sok verseny azért is nyernek, hogy teljesen más. Nem csinálnak nagy akrobatikát, de gyönyörű szép ugrások vannak, forgások, szép lábokat tudnak mutatni, gyönyörű szép kiállás, és ezzel tudnak nyerni.